Sziasztok! A mai videóban szeretnék bemutatni nektek néhány olyan terméket, amelyek méretüknél fogva tökéletesek utazáshoz, mivel nem foglalnak sok helyet a neszeszerben. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mi az én 10 kedvenc utazós termékem, akkor tartsatok velem! Ez a cuki neszeszer a Csibo Shopból van, és nagyon tetszik, hogy ilyen színes és mintás, ráadásul pont tökéletes a mérete, mert se nem túl nagy, se nem túl kicsi. Szerencsére ma már lehet kapni a drogériákban utazó méretű termékeket, így nem kell óriási flakonokkal teletömni a táskánkat, ha elmegyünk valahova néhány napra. Nagyon szeretem a The Body Shop minitus fürdőit, ami rengeteg különböző illatban kapható. Ez most itt épp a Virgin Mojitos, ami egy nagyon friss és üdítő, lájmos mentás illat. És természetesen itt van a hozzápasszoló 50 ml-es testva is. Ez egy nagyon kellemes állagú, gyorsan felszívódó, tápláló testvaj, és egyáltalán nem foglal sok helyet a táskában. A micellás víz jó választás smink eltávolításhoz és a bőrünk megtisztításához is. A La Roche-Posay fiziológiás micellás víz tisztítja, frissíti és nyugtatja is a bőrt. Érdemes kézfertőtlenítőt is vinni magunkkal, hiszen bármikor jól jöhet, ha nem tudunk kezet mosni. Az én kedvencem az Essence Minis to Go kézfertőtlenítő zselé, ugyanis ennek nincsen alkoholos szaga, hanem nagyon kellemes illata van. Gondolom nem kell túlragoznom, hogy dezodorra is szükségünk van, hogyha nem akarunk büdösek lenni. Én nagyon szeretem a Nivea Double Effect mini dezodort, mert nagyon hatékonyan véd, és az illata is kellemes. Sok arckrém nagy üvegtégelyekben van, ami egyáltalán nem praktikus utazáskor, viszont ezt a MAC Studio Moisture hidratáló arckrémet nem csak a tubusa miatt szeretem, hanem azért is, mert könnyen és gyorsan felszívódik, remekül hidratál, és egyáltalán nem zsírosítja a bőrömet, így kiváló sminkalap is. A Travalo egy nagyon praktikus parfümkapszula, amiben beletöltheted a kedvenc parfümödet, így bárhova magaddal viheted a kedvenc illatodat anélkül, hogy törékeny parfümös üveget kellene a táskádba tenned. Ha csak egy sminkterméket vihetnék magammal, akkor az mindenféleképpen a szempilla spirál lenne. A MAC False Lashes mini szempilla spirál hosszú, elkeskenyedő keféjével szépen szétválasztja és hosszabbítja a pillákat. Ha szeretnétek gyorsan és egyszerűen egy kis nyári csillogást varázsolni az arcotokra, akkor ajánlom a The Body Shop Honey Bronze krémpirosítót, ami gyönyörű, aranyos, barackos csillogást ad a bőrnek, ráadásul szerintem a szemhéjon is lehet használni. A sminkecset fanatikusok nem indulnak útnak ecset nélkül. Ez a Sigma Girl Color Pop Set 3 darab ecsetet tartalmaz, egy ferde pirosító, egy pufi satírozó és egy lapos szemfesték ecsetet, a fémdoboz pedig nagyon praktikus, mert megvédi az ecseteket. Ez lett volna az én 10 kedvenc utazós termékem, remélem, hogy tetszett ez a videó és hasznos volt, ha igen, akkor lájkoljátok, és kommentben írjátok meg nekem, hogy ti hova mentek idén nyaralni, és mik azok a kozmetikumok, ami nélkül semmiképpen nem indultok el. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, és ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Legyen szép napotok, sziasztok!